Régó Péter a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. És a felvezetőben szinte elmondtuk már az összes fontos mondatot, amely mondatokat öntől hallottunk. És hát előző vendégem Dávid Ferenc pedig a maga lendületességével, temperamentumával már bele is kapott a témába. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mit szól ön ahhoz, hogy féltjük a fiatalokat a egészségtelen táplálkozástól, ezért kivetjük a chipsadót. Féltjük a fiatalokat attól, hogy rászoknak, túl sok dohányt szívnak, ezért hozunk olyan trafik törvényt, ami állítólag a fiataloknak nagyon jó, nem akarjuk, hogy cigizzenek. Most meg népszerűsítjük a pezsgőt, ami, tehát nem egy ártalmatlan alkoholról van szó, egy kis picike kis valami kis nedűről. Ez hova rakja ön? Hát, és tesszük mindezt úgy, hogy fogalmuk sincs arról, hogy például a fiataloknak milyenek az alkoholfogyasztási szokásai. Na milyenek, ő ezt jól ismeri. És ugye ezek a szokások, ugye ezek is most nyugatról jöttek be, ugye ez a nagyon gyorsan, hirtelen, mielőbbi lerészegedésről szólnak, ez a binge drinking, ugye, tehát gyakorlatilag gyorsan és tudatvesztésig történő, eszméletvesztésig történő lerészegedés jelent, mint egy kalandot, mondhatnám a fiatalok részére. Ezek a kalandok nagyon rosszul szoktak végződni, és megalapoznak későbbi súlyos problémákat is. Tehát egy ilyen helyzetben, ahol tényleg azt kell mondanom, nagyságrendekkel nagyobb a drog problémánál az alkohol probléma az országban, hozzátéve még talán azt is, hogy a legbetegebb nemzete vagyunk Európának az összes mutatókban, tehát akár testi, akár a lelki betegségeket nézzük, akkor valakinek eszébe jut, naívan feltételezem, hogy hát a borok nem mennek annyira, akkor csináljunk pezsgőt, ugye ezt én úgy tudom, nem a legjobb borokból készítik, és akkor ezt próbáljuk ugye a fiatalok számára valamilyen módon elérhetővé tenni. Egyáltalán, hogy most ezt habzóbornak, pezsgőnek, bornak, minek jó? Alkohol. Tehát állami pénzből, állami cég 50 millió forintot arra költ, hogy fiatalok körében, nyilván nem csak fiatalok körében, de az alapján, hogy bejelentettek a sajtótájékoztatón, hogy ilyen-olyan eszközökkel, tehát abszolút a fiatal korosztályt célozzák meg, arra buzdítanak bárkit a magyar társadalomban, hogy fogyasszon minél több alkoholt. Hát igen, azt lehet látni gyakorlatilag majd ezeken a bizonyos plakátokon, hogy így áll alkoholt és boldog leszel. Körülbelül ezt jelenti ez a program. Hát főzi otthon pálinkát, hát boldog leszel. Igyál pezsgőt, boldog leszel. A pezsgővel még van egy probléma, hogy nagyon könnyen be lehet tőle rúgni. Tehát, igen, a buborékos, ugye, a buborékos italok azok sokkal gyorsabban szívódnak föl, és pláne ha keverjük egy kis pálinkával, akkor nagyon gyorsan és nagyon rendesen be lehet rúgni tőle. És ugye prevenció az nem nagyon van Magyarországon, ugye azért nincs, mert hát az egészségkultúránk az tudjuk, hogy áll, ugyanúgy, mint ahogy az összes többi kultúránk, a politikaitól a közlekedési kultúráig. Tehát nagyon nehéz egy olyan ifjúságot, hogy mondjam, védeni, akinek, hogy úgy mondjam, nincs háttere. Én nem szeretném, ha most ilyen mit álszentnek tartanának minket most kettőnket, hiszen ketten beszélgettünk egymással. Ön is pontosan tudja, én és a nézők is, persze, hogy a fiatalok társaságban, meg a nem fiatalok is társaságban egy-egy pohár alkohol, jó lesz tőle a kedv. Ez nem ördögtől való dolog, aki azt mondja, hogy ilyet azt én soha nem, és mást se akarok látni, meg az én fiam, lányom soha nem, az nem mond egyszerűen igazat. Ezzel a kampánnyal a legnagyobb baj, hogyha most gazdasági szempontból jót akarunk a pezsgőgyártásnak, még ez is valamilyen, nem tudom, tehát lehet, hogy értékelhető ez a szándék. De akkor beleteszek olyan szavakat, hogy mértékkel, mértékletesen, vagy nem tudom. Hát a chipsnél se értettem az egész történet, hogy fú, hát hízlaló élelmiszerek. Mitől hízlal egy élelmiszer? Ha naponta sajtot eszem, istentelen mennyiségben, amiben rengeteg zsír van, így sokkal jobban hízlal, mintha évente kétszer megeszek egy jó film alatt egy chipset, nem? Jó, itt
az alapvető kérdés mindig a kontroll, tehát a kontroll, hogy megtanuljuk-e a kontrollt. Na most nyilvánvalóan nem fognak rákerülni érdekes módon a boros üvegekre, vagy a pezsgős üvegekre, hogy öl, butit és stb., mint ahogy a boron, a bor és a szesz termékeken nem szerepel. De például Angliában, ahol már azt kell mondani, hogy 2005-ben már parlamenti bizottság vizsgálta ezt a kérdést, a fiataloknak ezt az új ivási módját, ami ugye nem csak azt jelenti, hogy lerészegednek, hanem megemelkedett a traumák, az öngyilkosságok, a depressziók, és különben a késői drog, illetőleg alkoholfüggőségnek a száma, ezek nagyon jó statisztikailag bizonyított dolgok. Tehát ott viszont legalább az üvegre ráírják például, hogy milyen korosztálynak mi az a mennyiség, ami ajánlott. Tehát, hogy kapjon valami információt az illető, ne csak azt kapja, hogy semmilyen információt nem várunk kap a fiatal. Boldog leszel. A boldogság buborékjai. Igen, hát ez a szlogen, azt hiszem mindennek a csúcsa, ugye volt egy Gauguin nevű festő, aki azt írta rá egy fatáblára, véste bele, hogy legyetek szerelmesek és boldogok lesztek, mi meg azt írjuk, hogy igyatok alkoholt és boldogok lesztek. Hát a különbséget azt lehet látni, meg érzékelni is a mindennapokban. Hát lehet. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a meg.